Házról házra haladnak a mentők a belgiumi Liège-ben. A viharok és az ezután következő villámáradások sok áldozatot szedtek. Egyelőre megbecsülni sem lehet a pusztítás mértékét. Több ezer házon áram is vezetékes víz nélkül, az összes vasútvonalon leállították a közlekedést. Az autók teljesen elmerültek a vízben, az embereknek a nyakukig ér a víz. Még sosem láttam ehhez foghatót, mondta egy asszony. Valaki gondját viseli az időseknek? Kérdezte az Euronews riportere. Igen, természetesen. Az árvíz ellenére nagyon sok fiatal jött segíteni. Sok kis állat tulajdonos a kedvencével maradt, amíg segítség nem érkezett. Annét és kutyáját Thanost pénteken mentették ki. Egy sportcsarnokban berendezett átmeneti szálláson kaptak menedéket. Nem vagyok túl jól, és nagyon egyedül érzem magam. Nincs se telefonom, se semmim, mondta az egy pillanat alatt hajléktalanná váló nő. A hatóságok még további áldozatokra számítanak, ahogy a rendőrök és a mentők egymás után kutatják át az elöntött házakat. Az elmúlt 100 évben nem volt ekkora pusztítás. A helyi rendőrség szerint még jó pár napig veszélyes lesz a Meuse folyón lezúduló ár. A helyzetet nem tudjuk teljes körűen uralni, és a következményeket még nem is látjuk. Arra számítunk, hogy még találunk holttesteket. Együtt érzek minden családdal, akik elvesztették tagjaikat vagy értékeiket, mondta Liège polgármestere. Ausztria, Franciaország és Olaszország csónakokat és szakembereket küld, Belgium és Németország özönvíz sújtott a területeire.